2011 óta működik Nyírbátorban a német repülőgép gyártó Deal Aviation Hangari Kft. A cég az energiaválság ellenére bővíti termelését a városban. Most adták hát a harmadik gyártócsarnokot, amelyben többek között repülőgépek toalettfülkéit gyártják majd. Szijjártó Péter miniszter azt mondta, mára sokkal erősebbé vált a német és a közép-európai országok gazdasági kapcsolata, mint a korábban jellemző német-francia tengely. Mindenki arról beszél, hogy német-francia tandem van. Hát ha ránézünk a számokra, akkor azt látjuk, hogy a, a közép-európai országok és Németország kereskedelmi forgalma az jóval túlnőtte már a német-francia kereskedelmi forgalmat. Tehát a, a közép-európai gazdaságok nagy mértékben egy ilyen alapbeszállítói, gyártási, termelési, helyszíni szolgáltatást nyújtanak a német iparnak. Tehát kölcsönösen hatunk egymásra. És ezért nyilván nem mindegy, hogy a, hogy a, német gazdaság hogyan teljesít. Ugyanakkor nekünk elsősorban arra kell figyelnünk, hogy az itt működő német vállalatoknak a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk, nem csak a németeknek, hanem mindenkinek, és a saját hazánk, a saját gazdaságunk <coughs> energiaellátását pedig teljes egészében megoldjuk, ami most nem egy könnyű feladat tekintettel az európai energiapiaci jelenlegi állapotára, ahol már sajnos nem az a kérdés, hogy mennyibe kerül az energia, mert horribilis ára van az energiának, de már nem is ez a kérdés. Most van-e, amit meg lehet venni? van-e, amit meg lehet venni. Ezért nagyon fontos, hogy, hogy, hogy mi itt a rendkívül nehéz körülmények közepette is világos kötelességünknek, feladatunknak tartjuk, hogy igenis az ország energiátását biztosítani kell. De... A tárcavezető műsorunkban beszélt arról is, hogy kedden Brüsszelben az energiaügyekért felelős miniszterek találkozójára hivatalos, ahol szándéka szerint tisztázzák azt is, hogy az Európai Bizottság hogyan valósítaná meg a tagállamoktól elvárt 15%-os gázfogyasztás csökkentést nem kellett volna a kommunikációs akciókkal átverni az embereket Európában, mert ez történt hanem világosan el kell mondani, hogy mi a helyzet. És most persze próbálják menteni a menthetőt politikailag megint csak az Európai Bizottságban, tehát ez is megint egy kommunikációs akció. Mert egy csomó, csomó, technikai problémát hoz magával. Tehát azt mondjuk 15%-kal csökkenteni kell a gázfogyasztást Európában. Jó. De ez mit jelent? Hogy minden országnak ennyivel kell csökkenteni. Jó. Magyarország esetében 15% vagy bármelyik ország esetében 15%-os csökkentés mit jelent? 15%-a kevesebbet kell mindenkinek, az ipari fogyasztóknak, a lakástulajdonosoknak, a háztulajdonosoknak, hogy valaki megmondja, hogy a 15% az azt jelenti, hogy ennyivel kevesebbet égetheted a villanyt, ennyivel kevesebbet fűthetsz, ennyivel kevesebbet főzhetsz. Hogy, hogy fog ez alakulni? Tehát megint egy ilyen, egy belemegyünk egy olyan kizárólag kommunikációs, jelentőségű akcióba, aminek a fizikai levezénylése gyakorlatilag a lehetetlennel egyenértékű. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az Európai Bizottságnak újabb gázforrások után kéne nézni, új megállapodásokat kellene kötni, és ugye itt megint előjön az a kérdés, hogy persze vannak szankciók, amiknek az eredményességét majd előbb-utóbb majd egyszer meg kell vitatni, de hogy is mondjam, mindenképpen elgondolkodható az, hogy nem abban az országban van energiavészhelyzet, akire kivetettük a szankciókat, hanem nálunk, akik kivetettük a szankciókat. Tehát ez, ez majd egyszer érdemes lesz átgondolni, hogy az jó volt, -e, így meg föltétlenül így kellett volna A cégek és a lakosság részére továbbra is biztosította a földgáz. A miniszter arról beszélt, napokkal ezelőtt egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel és a Gazprom vezetőjével a már szerződéssel lekötött mennyiségen felüli földgázkészletek megvásárlásáról.